A Közraktárak épület együttes 1880-81-ben épült Bass Gyula és Krajcsovics Lajos tervei alapján. Ezek az épületek és az 1881-83-ban megépült monumentális elevátor, amely a gabonaszállítóhajók rakodó állomása és raktára volt, Budapest 19. század végén meglóduló ipari fejlődésének és a jó közlekedési adottságoknak köszönhetően egyre erősebbé váló dunaparti rakodási, raktározási és áruszállítási igényeket igyekeztek kielégíteni. A háborúban lerombolt raktárépületek és a jelentősen megsérült elevátor helyén 1966-ban létesült a szomszédos Nehru part, amely közkedvelt pihenőhelyé vált, hiszen a Margit szigeten kívül ez volt az egyetlen közvetlen Dunakapcsolattal bíró nyilvános partja Budapestnek. A Közraktárak épület együttes sorsának rendezését már a rendszerváltozás előtt tervbe vették. A három megmaradt hányatott sorsú épület hasznosítása, rehabilitációja, egyedülálló elhelyezkedése miatti hatalmas városszerkezeti és építészeti kihívást és egyben lehetőséget jelentett, ám a területet körülvevő közterületek rendezetlensége nehezítette a magas színvonalú ingatlanfejlesztés elindítását. Az épületek hasznosítására, kulturális, kereskedelmi és szórakoztató központ kialakítására a tulajdonos fővárosi önkormányzat PPP pályázatot írt ki 2006-ban. A győztes pályamű építészek Kas Osterhuis ONL, Osterhuis Lienert holland építész lett, a Porto Investment Hungary Kft-vel, mint megbízóval együttműködve. A megépülő épület eredetileg a CET nevet kapta, amely Central European Time, közép-európai idő rövidítése és egyben utalás az épület formájára. Mára a főváros végül a CET egy szinonimája, a Bálna név használata mellett döntött. A koncepció lényege a 130 éves Közraktárak épület együttes kora eklektikus tégla architektúrájának megtartása, méltó felújítása és bővítése egy modern épülettömeggel. Egy finom átmenet a régiből az új, kortárs építészetbe. Egy egységet alkotó szimbiózis, amely városképileg is megállja a helyét a Pesti Dunaparton, a világörökség műemléki jelentőségű területén. Az észak-nyugat oldali két egyforma, tömör téglaoronfal közébe kerül egy könnyed és homorú transzparens végfal. Ehhez kapcsolódik az acélszerkezetű tető, amely észak-nyugatról délkeletre, a Petőfi híd és a Nemzeti Színház irányában teljesedik ki, és a nyeregtetőhöz való hasonlóságából közel 160 méter hosszan egy lágyvonalú, bálna formájú épületté duzzad, ami a Duna áramlásának hosszanti irányát követi és azt hangsúlyozza. Az épület együttes anyaghasználatát a meglévő és hülyen felújított téglasorok, valamint a fénylő üveg együttese különleges és egyedi hangulata határozza meg. A bálna egyedi tervezésű acélszerkezete az északi főbejáratnál még beleolvad a látványba, beljebb a két régi épület közti teret lefedve egyre inkább uralja azt. A belső térben kialakuló passzázsban az acéltetőszerkezetet pikkelyszerű, üvegből és alumíniumbértezetű hűszigetelő panelekból álló héjalás zárja. Ezzel szabályozva a bevilágítás és árnyékolás ideális viszonyát is az épületben. A szabályozási előírások a megmaradt három raktárépület minimum 60%-ának megtartását írta elő. Így a két raktárépület egyet traktusának elbontásával lehetővé vált az északi oldalon egy olyan fogadó köztér kialakítása, amely összeköti az új fejlesztést a környezetével, befogadja az érkezőket, kiváló kilátást nyújt a budai oldalra, a Gellért-hegyre, a Műegyetem épületeire, és összekapcsolja a pesti oldali forgalommal az új épület együttest a Vásárcsarnok, a 4-es metró állomása és a Corvinus Egyetem irányába. A déli oldalon hatalmas tér várja a nagy közönséget a Mégöres feletti területen. Erről a helyről a Petőfi híd látványa élvezhető, közvetlen a kapcsolat a Duna felé, ez a tér nyitott a Nehru part felé, ezen kívül lehetőséget nyújt mindenfajta szabadtéri program megtartására, vagy csak egyszerű napsütéses ücsörgésre. A két teret a víz felőli oldalon kiváltságos helyzetű parti sétány és kerékpárút kapcsolja össze. Az épület felől is megközelíthető teraszok pedig közkedvelt, keresett vendéglátóhelyekké válhatnak.
A tervezési folyamatban a szoftver kiválasztásánál az Autodesk Revit Architecture-re esett az építésziroda választása, mely az épület információ modellezéssel, Building Information Modeling, BIM, egy egyszerű formától nagyban eltérő amorf szerkezet koncepcióját, részletes tervezését is szakszerűen lehetővé teszi. A Cetrél erre nagy szükség is volt, mivel az építész Kás Osterhuis és irodája az UNL a közraktárak ingatlanfejlesztéséhez a 21. századi tervezési metódust, a non-standard építészetet választotta. Az ipari épületek közé beékelődő és bálnatesti formálódó új épülettömeg szerkezetének váza az Autodesk 3DS Max szoftverével készült. Ezt importálva az Autodesk Revit Architecture-be egy térbeli drótvázat kapunk, amely szerkezeti tulajdonságokkal felruházva egy kész háromdimenziós szerkezetté vált, egyenként is kezelhető, tervezhető, áttervezhető, módosítható szerkezeti elemekkel. A raktár épületek modelljéhez pedig kétdimenziós helyszíni felmérések alapján készült AutoCAD rajzokat importáltunk, illetve homlokzati ortofényképeket is segítségül hívtunk a korrekt homlokzati struktúrák korrekt megépítéséhez. A két épület együttese adta az alapját az új épületünknek, ami már kellő információt hordozott a további részletmunkákhoz, az épületinformációs modell felépítéséhez és kidolgozásához. Az építészrajzokat, engedélyezési terveket a magyar UNL Hungary Kft. Készítette, a holland UNL építésziroda közreműködésével. Ennek megfelelően a fájlok egy központi szerverről voltak elérhetők, a határokat átívelő csapatmunkát Revit szoftver könnyedén lehetővé tette. Több felhasználó is megoszthatta ugyanazt a fájlt, és a központi fájlba is el tudták menteni. Ezek nem csak az egy vagy több irodán belüli építészek közötti munkát, hanem a szakági tervezőkkel való együttműködést is megkönnyítette. A bálna esetében külön úgynevezett linkelt fájlban tároltuk a felmért közraktárak épületeket, az új épületbővítés hagyományos szerkezeteit, beleértve a passzázs és a mélygarázs vasbeton szerkezeteit, az acélüvegtető szerkezetet, valamint a környezetalakítás területrendezési és tájépítészeti terveit. A 2008-2009-ben zajló tervezés alatt ezek a több importált fájlokat tartalmazó központi fájlok még több esetben lassúak, időigényesek, erős gépigényűek voltak, de azóta a szoftver lefejlesztésének köszönhetően ezek a problémák már megoldódtak. A Revit Architecture szoftver nagy előnye, hogy az épület információs modellezéssel, BIM, a tervek nem geometriai alapelemekből, vonalakból, felületkitöltésekből stb. Épülnek fel, hanem háromdimenziós szerkezeti elemekből, falakból, födémekből, gerendákból stb. Egyedi elemek, például trapéz keresztmetszetű gerendák, ferde vasbeton pillérek stb. Modellezése is meglepően könnyen megvalósítható Revitben. Mindez egy jól átlátható rendszert alkot, amin az egyszerre összetettebb tervezés nyomon követése leegyszerűsödik. Ennek az is a következménye, hogyha a terv bármely részét módosítjuk, az a modell egészén meg fog jelenni, függetlenül attól, hogy hol történik a módosítás, alaprajzon, perspektívikus nézeten vagy éppen a részletes elemkimutatásokon. Ugyanakkor kétdimenziós rajzok is nyerhetőek a modellből, metszetek, homlokzatok, alaprajzok, az éppen aktuális fázisnak megfelelő dokumentációhoz. A rajzok további elemekkel, plusz információkkal egészíthetőek ki. Az Autodesk Revit Architecture szoftver terveinek legkisebb egységei a familyk, családok, vagyis olyan parametrikus alkotó elemek, amelyek tulajdonságai grafikus felületen szabadon módosíthatók, vagy kiegészíthetők, egyedivé varázsolhatók programozási ismeretek nélkül is. Az általában elérhető kész alkotó elemek megléte segíti a tervezést, de ugyanakkor a tervezés szabadságát korlátozza. Így a parametrikus elemek könnyű variálhatósága példaértékű. A közraktáraknál a 130 éves épület speciális elemeinek, például az egyedi ablakok vagy a pinceszinti kovácsoltvas oszlopok modellezését is lehetővé tette. Használat közben az épület információs modellen bármely munkafelületén nagyban variálhatóak az aktuális nézetek. Ideiglenesen is módosíthatók és visszaállíthatók,
akár elemenként, elemcsoportonként megjelölve mi az, amit szeretnénk az aktuális nézeten látni, és mi az, amit nem. Tervezés és átláthatóság szempontjából is megkönnyíti a munka folyamatot, a bonyolultabb geometriájú, akár non-standard térbeli modelleknél is, mint a bálna. A látványtervezés alapja is az épületinformációs modellünk lett. Az Autodesk 3DS Max szoftver segítségével valósághű képek hívhatók le az épület együttestről, de Revit-en belül is egyszerű, az érthetőséget segítő háromdimenziós skiccek állíthatók elő, ezeket az engedélyezés folyamán használtuk is. Tervezés közben alkalmunk volt kipróbálni nem csak a Revit Architecture szoftverét, de például a vele kompatibilis Revit MEP-t is, amit a gépészmérnökök, épületgépészek és villamosmérnökök számára fejlesztett ki az Autodesk. Ezzel a gépésztervező terve is beilleszthetővé vált az épületinformációs modellünkbe. Itt például a garást füstelvezető és szellőztető csatornáinak kusza tekervényei hirtelen megszelidültek, és közös életet kezdtek élni a nekik szánt helyeken az építészeti elemekkel. A Revit használatával javult a különböző szakágak közti munka koordinációja, a kommunikáció egyszerűbb, mert látványosak az információk. A modellezéssel fényderült a térbeli összenemférés eseteire is, ami egy komplex geometriai formánál elkerülhetetlen. A tervezés folyamán egy olyan, a valós építéshez közel álló modellt lehet létrehozni, ami később segít a kivitelezés fázisában is átláthatóvá, megérthetővé tenni az épületet, illetve az egyre több információt a digitális modellben tárolni. Ehhez még külön segítség a tervezés, rajzolás folyamán folyamatosan frissülő elemkimutatás, anyagmennyiségszámítás, amit táblázatos formában nyújt a program. Kinyerhetők azok az adatok például, hogy a bálna formán hány darab egyforma elem van, és helyileg is beazonosítható, visszakereshető a modellen. Ugyanígy a helység kimutatást is elkészíthetjük. A már említett non-standard építészetben nem kötelező a monoton, hasonló elemek alkalmazása, ugyanis egy modern gyártási technológiával karöltve a tervekhez hűen, és gazdaságilag sem drágában tud megépülni a kívánt épület. Ehhez a kellően részletes épületinformációs modellünk adja az alapokat, a file-to-factory gyártási mód közvetlenül a modellből vonja ki a konkrét digitális információkat a különböző épületelemekre és gyártja le őket a CNC, Computer Numerical Control technológiával. Így válik az építés, építésztervezési szabadsága határtalanná. A CED Budapest 2008-ban még a tervezés fázisában megkapta az Autodesk Revit BIM Experience Award nemzetközi díját, melyet az épületinformáció modellezés innovatív felhasználásáért ítélnek oda a világban minden évben. A díj továbbá azt is elismeri, hogy a tervező iroda a CED tervezése során előremutatóan alkalmazta az Autodesk integrált Revit Architecture és 3DS Max szoftvereit. A projekt ugyanakkor a legnívósabb fejlesztési projekt beruházói díjában is részesült, a CEE Future 2007-2013 közép- és kelet-európa fejlesztési fóruma elnevezési konferencián.